Szeretettel köszöntök mindenkit. A dr. Vásna Gábor vagyok, a Munkácsy Mihály Múzeum régésze már 2012 óta. Szakterületem az újkőkor, nagyjából úgy kell elképzelni, hogy Krisztus előtt 6300-tól 4400-ig, ez nekem nagyjából az én szerelmem. De mivel Magyarországon vagyunk, ezért is vidéken, ezért nagyjából mindent kell ásni, tehát ugyanúgy kell nekem is középkort ásni, egy picikét kell hozzá érteni, nem nagyon, hiszen aki mindent tud, az már gyanús, aki meg mindent is tud, az meg pláne ugye gyanús, hiszen annyi az információ, és majd szeretnék belőle egy néhány morzsát így mutatni, hogy az elmúlt időszakban miket találtunk, miket milyen következtetésekre jutottunk így a mezőbelény környékének múltjával kapcsolatban. Majd láthatják, hogy azért egy nagyon összetett munka ez. Nem csak arról van szó, hogy kimegyünk, ásunk egy jót és elrakjuk a leleteket, hanem egy picit bonyolultabb a történet, és akkor vágjunk is bele. A kutatásunk fő fókuszában Csádaszállás környéke van, ami Berlintől nem messze, és azt szeretnénk vizsgálni ezzel a projektünkkel, hogy az újkőkorban az úgynevezett eltelepülések között, illetve azok környékén milyen élet folyt. Na most nem tudom, hogy gondolom Vésztőmágoron voltak, vagy ismerik. Most a Vésztőmágor, ugye ez egy gyönyörű, klasszikus, szép teltelepülés, 8 méter vastag rétegsora van, ez úgy alakult ki, hogy nagyjából évszázadokig, évezredekig egy helyben élt egy bizonyos közösség, és egymásra rakódtak a rétegek ezen a 4-500 év alatt, vagy több száz év alatt. Eddig azt gondoltuk, hogy nagyjából erről szól a teltelepülés, és a legújabb kutatások szerint van körülötte egy nagyon komoly, akár több 10 hektár van, Szeghalom, Kovácsalom környékén 70-80 hektárnyi terület, amit úgymond műveltek, laktak, ott művelték a gabonát, ott tartották az állatot, tehát egy nagyon komoly központ lehetett ez a tel. Az egyik professzorunk szerint ezek a tellek az első lépcsők a városiasodás, a városodás felé, tehát az első lépcsőfokot megtette az újkőkorban az itt élt lakosság ahhoz, hogy akár városok, mint például a Mezopotámiában kifejlődjenek ezen a területen. Valami történt, ami miatt ez a fejlődés megszakadt. De Európában, azt tudnunk kell, Európában Krisztus előtt olyan 5000 környékén az egyik legfejlettebb régió az itt volt a Kárpát-medencében, illetve a Balkán félszigeten. Valami történt, ez a fejlődés megszakadt, erre több elmélet van, hogy miért, ezt a mi projektünk nem vizsgálja, hanem azt szerette volna megvizsgálni, hogy ezeket a központok közötti területeken mi történt abban az időszakban, hiszen Szarvas és Szeghalom között elég nagy terület van, ráadásul ott van a Körös folyó, ami mellett azért az őskorban rendszeresen megtalálhatóak a települések, és Csádaszállás környékén választottunk ki két lelőhelyet, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon hogyan éltek a központoktól távol, úgymond a periférián az akkori emberek. Hát egy igazi időutazáson veszünk részt, hiszen Mezőberénnyel foglalkozik az az előadás, mely a múzeumi esték mai, hát esteként hallható és látható itt az érdeklődők számára. Hát itt egyből már az elején egy érdekes kutatásról, illetve eredményekről is beszámoltál. Mik ezek pontosan? Elkezdtünk összerakni egy magyar-amerikai projektet, amely a Munkácsy Múzeum részéről én vagyok a vezetője, illetve egy amerikai partnerünkkel alkottuk meg ezt a kutatócsoportot. Arról szól ez az egész kutatás történet, hogy nagyjából 5000 éve, illetve 7000 éve mi történt itt Csárdaszállás környékén. Ezt kutatjuk, több állomáson már túl vagyunk, szerencsére vannak nagyon jó eredményeink, és ezekről fogok majd beszélni. De ezek az eredmények egyébként úgy pontosan, vagy lehet megfogalmazni már, hogy eddig mondjuk milyen eredmények, és mondjuk mire számítotok még? A kutatás eredeti célja az volt, hogy ezeket a lakóhalmok közötti terület, na most a lakóhalmok ez olyan, mint Vésztőmágor, tehát ezek ilyen több méter magas, nagyon intenzíven lakott területeket kell elképzelni. Lakóhalmok egyébként, vagy ez nem az? Az más, ezek úgynevezett tellek. Vésztőmágor és Szarvas között nagyjából nem ismerünk egyetlen ilyet sem. Mi ezt szerettük volna megvizsgálni, hogy a két lakóhalom között mi történt abban az időszakban. Hát ugyanaz történt, csak kicsiben. Ezek a lakóhalmok, ezekből mit lehet úgy elképzelni, úgyhogy benne, hogy hányan lakhattak, egyáltalán hogy nézhetett ki? Mekkora populációról lehet beszélni? Egy
kisebb közösségről, tehát ne a mai léptékkel gondolkodjunk, tehát ami akkor is egy jelentős népesség lehetett, azok lakhattak ott egy olyan 100-150 főnél, szerintem többen nem igazán, viszont óriási területet laktak be, illetve úgymond műveltek a lakóalom környékén. A Szeghalmi Kovácshalmi magyar-amerikai másik projekt eredményéből tudjuk, hogy 70-80 hektárnyi az a terület, amit abban az időszakban úgymond laktak, illetve műveltek. És itt azt hiszem, ilyen kultúráknak nevezik az akkori népességet, vagy hogy lehet ezt megfogni? Hát igen, mert ugye nem ismerjük az akkori önelnevezéseket, illetve népeket, azért mindig a régészet ad nekik egyet, az úgynevezett tiszai kultúráról van szó. Jöttek a geofizikai kutatások, és az északi lelőhelyen egy árokkal körbevett, ilyen nagyon, mi úgy hívjuk, hogy zajos területet találtunk, ami úgy néz ki, hogy ezen az árkon belül egy-két méter vastag rétegsor lehet, azért nem ilyen, azért zajos, nem látszik belőle semmi értelmes, tehát össze-vissza vannak mindenféle vonalak, míg a déli területen itt látszanak ezek a fehér kis négyszögletes jelek, ezek a leégett házak. Most úgy tűnik, hogy itt van egy központi rész, ahol egy 60x60 méteres terület, amit egy árok vesz körül. A lakosok ezen a területen belül, az árkon belül laktak, ugyanúgy, mint egy teltelepülésen, ugyanúgy abban a központi részben, itt ezen a területen nem is találtunk meg a leletanyagot. Tehát teljesen ilyen 60x60-assal szóródott az anyag. Nagyon úgy tűnik, hogy egy piciket el, egy kis telt találtunk, egy kicsi központot. Tehát itt a periférián is volt központ, és itt volt ezen a téli területen pedig egymástól nem messze voltak a házak, leégett házak. Itt is a leletanyagokat a házak környékén találtunk. Ezeken a részeken, ugye látszik, hogy a négyzetháló van fölrakom, a négyzethálóban gyűjtöttük össze a területeket, szinte alig volt valami, a nagyjából a szántás elhúzott. Most úgy tűnik, hogy ez a terület jóval nagyobb volt, mint amit a terepbejárásaink alapján meghatároztunk, ezért 2014-ben már a görög partnerekkel visszatértünk, és kibővítettük a kutatásunkat. Ugye itt beszéltem a szisztematikus terepbejárásokról is, ez nagyjából úgy néz ki, hogy ezekben a négyzetekbe álltunk bele, és ott gyűjtöttük a területeket, illetve a leleteket. Itt jól látszik ezek a fekete részek, hogy itt koncentrálódnak a házak környékén a leletek, a fehér az szinte semmi, tehát a házak között alig-alig találtunk leleteket, míg itt elég sűrűn, szinte mindenhol azonosítható háznyomok nélkül is kerültek elő leletek, és arra utal, hogy itt folyamatosan laktak. És ugye itt ez egy másfél hektáros terület, ebből hozzátettünk még 4 hektárt, és egyszer csak elkezdtek jönni ezek a házak. És ezek a kékek, ezek pedig valószínűleg gödrök, illetve ide más korszakot is találtunk, hogy ezek a nagyobb gödrök, ezek valószínűleg a szarmata időszak földbe mélyített házai, azonban ez nem képezi a kutatásunk tárgyát, úgyhogy ezekkel nem foglalkoztunk. Inkább amire fölhívnám a figyelmet, azok ezek. Hogy mintha ház sorok lennének itt ebben ezen a lelőhely részen, tehát nagyon úgy tűnik, hogy utcákról beszélhetünk, házsorokról beszéltünk, hangsúlyozom, 7000 éve. De egyébként, ha már csárdaszálláson laktak, akkor valószínűleg mezőberényben is, nem gondolom én? Igen, igen. Tehát a topográfiai kutatások, amik ugye a 80-as években itt történtek, azok megtalálták az újkőkori településeket is elég jó százalékos arányban. Valószínűleg itt is laktak. Érdekes módon pont emiatt, hogy a tiszai kultúrában léteztek ezek a központok, ezért a lelőhely szám az lecsökkent az előző időszakhoz képest, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebben lakták, hanem inkább az, hogy ezek egy helyre koncentrálódtak a lakosok. Na jó, és akkor mit találtok ilyenkor, mondjuk, mikor feltérképeztek egy ilyen területet?
Hát először is ugye mi is a terepbejárással kezdtük, tehát a felszíni gyűjtéseket, ezt ilyen négyzethálós rendszerben végeztük el, majd ezek után jelöltük ki azokat a területeket, ahol szerettünk volna műszeres kutatásokat végezni, úgynevezett ilyen magnetométeres kutatást végeztünk, ami én úgy szoktam mondani, hogy mint a röntgenkép. Belenézünk a földbe, tehát még mindig nem ásunk, de belenézünk a földbe, és bizony egy másfél méterig ez a műszer lelát, és akkor láthatjuk esetleg a házak alapjait, a leégett házakat, illetve a gödröket, ezeket azonosítjuk, majd ezek után tudjuk elkezdeni a régészeti feltárás, és így nem vakon fogunk kezdeni, hanem már célzottan tudjuk a szelvényeinket kijelölni. És amellett, hogy ugye ezt a vizsgálatot végzitek, vagyis hogy mi van a talajban, gondolom, hogy azt is szeretnétek feltérképezni, hogy milyen körülmények között laktak, ezt hogyan lehet, miképpen lehet ezt a rekonstruálni, mint az akkori állapotokat. Szegeden az Őslénytan és Földtani Tanszékkel együttműködve fúrásokat végeztünk a régi medrekben. Sajnos az egyik az teljesen kiszáradt a modern technikának hála, a másikból viszont rendkívül sok pollenanyagot tudtunk nyerni, amiből a 7000 éves környezetet tudtuk rekonstruálni. Ebből lehetett azért egy olyan fejlődési sort látni, amiben markánsan jelentkeznek az emberi hatásnak a nyomai. Hát ez hihetetlen. Abszolút, és ugye az állattartásra is találunk pollennyomokat, ugyanis ekkor jelennek meg azok a taposást jól tűrő növények, amik valószínűleg arra utalnak, hogy vagy a csordajárás, vagy pedig ösvények jelenlétét mutathatják ki, például ilyen a lándzsás útifű. Itt van egy cezúra, megjelenik a búza, megjelennek azok a növények, amik a taposást jól tűrik, mint például a lándzsás útifű. Ez mind az emberi tevékenységgel függ össze. A fáknak a pollenje rendkívül visszaesik, ugye elindul egy fakivágás ezen a területen, és hol visszaalakul, vagy hol visszanő az eredeti növényzet, hol megint kipusztul, ezek megint az emberi hatásoknak a nyomai, de az biztos, hogy az embernek a táját alakító tevékenysége itt ezen a területen nagyjából 7000 éve jelen van. A fémkorszakok, tehát a bronzkor, a részkor előtt ez még úgymond az természet orvosolni tudta önmagát, amint azonban faszén kellett a fémekhez, fa kellett a komolyabb bronzkori erődítményekhez, onnantól kezdve már ez az eredeti környezet nem tudott visszaalakulni, és olyanná vált a mezőbelény, illetve a csádaszállás környékének a képe, mint ma. Tehát ezek a gyepes, pusztáson területek, jóval több fa volt 7000 éve, jóval több állat is került elő. Ezt másik ásatásokból tudjuk, hogy abban az időben a legnagyobb populációjú vadállat az őstulok volt, ami mára kihalt. Volt egy intenzív vadászat ebben az időben, a száma teljesen lecsökkent, és a középkorra ez a nagytestű csorda állat, ez teljesen eltűnt a Kárpát-medencéből. Utolsó példányai talán valamikor az Árpádok idejében vadászták le. És ugye volt nekünk itt egy hát nagyon-nagyon becses leletünk, ha jól emlékszem, akkor bronzkori kardokat talált, Dombi Zoltán egészen pontosan, Mezőberény város szülötte, és hát ez nagyon-nagyon felkapott hír volt, egyből sztár is lett a Mizoling, hiszen hát nem akárki is, nem akármilyen körülmények között tud ilyeneket találni, ritka lelet volt, ha jól tudom, és ezzel kapcsolatban is vannak új fejlemények, ha minden igaz? Vannak. Ugyanis a Dombi Zoli bejelentése után értesítettük az ELTE-n Vészabó Gábort, aki szakértője ennek a területnek, a bronzkori fémeknek. Ő eljött a csapatával, sikerült megtalálni a kardoknak a teljes maradványait, tehát össze lehet rakni két kardot, és nagyjából itt állt meg a történet. Amiről mi tudunk. Így van. Azóta viszont ugye vizsgálatok történtek, megtörtént a restaurálás, most már visszakerültek a kardok a Munkácsi Múzeumba, és ugye Vészabó Gáborral sokat beszélgettünk erről, és hát megosztotta velünk az eredményeket, és egy nagyon érdekes dolog rajzolódott ki, majd erről is fogok beszélni. Úgy néz ki, hogy meghajlították ezeket a kardokat, hőhatás, hát ez ugye csak úgy lehetett, hogyha felhevítették a bronzokat, meghajlították, és úgy rejtették el. És azt gondoltuk ugye, hogy törve rejtették el. Nos nem, hát ez valószínűleg a földmunkagépek nyomása miatt tört el, tehát eredetileg egyben
áshatták el. De minek kell ezt meghajítani, vagy ezt lehet tudni? Ezt még egyelőre nem tudjuk, ezt majd a Vészabó Gábor és csapata fogja majd reméljük kideríteni, illetve próbál majd magyarázatot adni. Reményeink szerint majd egy önálló előadással a Munkácsy Mihály Múzeumban, amint a felújítás véget ér, akkor szeretnénk egy ilyen estet a kardoknak szentelni. És én készültem egy kis meglepetéssel, és ugyanis ezeket a kardokat még nem mutattuk meg senkinek. De ugye, most kesztyűskézzel kell bánnom a leletekkel. Én elhoztam az egyik kardot, és megmutatnám önöknek. Vészabó Gábor csapata vizsgálta a kardot, kiderült, hogy bizony ezek a kardok igencsak díszítettek. Nos. Igen. Nos, hát így néz ki az egyik kard. Ami látható rajta, hogy bizony, akár mondjuk körbe is viszem egy kicsit, díszített mind a penge, mind pedig a markolat, és jól látszik rajta, hogy meg van hajlítva. Hát nem akármilyen lelet ez egyébként, és innentől kezdve ő neki a Munkácsy Mihály Múzeumban lesz a helye, és ott is van kiállítva innentől kezdve. A tervünk az, hogy az új állandó kiállításban. Tehát a jelentőségét mutatja, hogy ezt már az állandó kiállításban terveztük, amint meg előkerült, ugyanis tényleg egy ritka lelettípusról van szó, ráadásul két kard is előkerült. Úgyhogy előtte még lehet, hogy szeretnénk elhozni Berénybe is, hogy itt is azért ezt már Csete Gyulával már hosszasan konzultáltunk erről, úgyhogy ha minden igaz, akkor ide is el fogjuk hozni. Az egyébként, ugye Zoliékról tudjuk azt, hogy azóta is lelkesen keresik, hogy esetleg van-e még valami, mert ő egy becsületes megtaláló, vagy ilyenkor nagyon sokszor a fekete piacon értékesítik ezeket a tárgyakat, nem is akármilyen pénzekért, nem tudom, hogy egyébként ennek az eszmei értéke mennyi lehet, minden esetre még számíthatunk arra, hogy mondjuk Zoli, vagy akárki más találhat el hasonló tárgyakat itt, mert hogy ez mondjuk leletekben gazdag terület, mezőben én gondolom. Na most ugye közben ugye, most egy kicsit távolról kezdem, a törvényi háttér megváltozott a fémkeresőzésnek, viszont adódott egy lehetőség, amit ugye a többi múzeum példáján keresztül mi is kipróbáltunk. Megbízható fémkeresősökkel mi szerződést kötöttünk, és a koordinációnk alatt ők dolgoznak, velünk dolgoznak. Így Zoliék is részt vettek az M44-es autóút megelőző, illetve próbafeltárásainak a műszeres kutatásaiban, és szerencsénkre rendkívül jó leleteket találtak, és hoznak be, és erre felépített, építettünk is föl egy ilyen fémkeresős projektet, ennek egy része a Mezőberény környéki projekt, illetve Nagy Lackó Balázs kollégám egy úgynevezett csárda projektet hozott létre, amit szintén fémkeresős kollégákkal csinál. És találnak is szépen, akkor ezek szerint? Igen, igen, tehát vannak még leletek. Ezek milyen korok egyébként, vagy hogy milyen jellegű lelet? Őskortól kezdve a középkorig, újkorig vannak ezek a leletek, hát ugye a legújabb kor az már nem hozzánk tartozik, de a legújabb korból is kerülnek elő leletek. A csárda projekt kapcsán pedig kifejezetten újkori. Ezek ilyen edények esetleg, fegyverek? Fegyvereket egyáltalán lehet még találni? Fegyverdarabokat lehet, nyílhegyeket lehet, esetleg puskagolyókat. Például a csárda projekt kapcsán rendkívül sok puskagolyó került elő. De melyik korból? Hát ez a 19. század, a betyárok korából, úgyhogy, és ennek ráadásul története van, de nem akarom Nagy Lackó Balázs kollégám eredményeit elorozni, úgyhogy majd erről szerintem ő fog tartani egy rendkívül izgalmas előadást valamikor. Amit tudni kell róla, hogy ezeket a kardokat mindig személyre szabottan készítették. Nincs két egyforma markolatú kard, és ez a két kard valószínűleg két személyhez tartozott, tehát nem egy ember használta őket. Egy valaki összegyűjtette, hogy miért és hogyan, hogy hadizsákmányként került hozzá. Hát körülbelül.
amiket itt látszanak a díszik. Szépen eddig tartott. Eddig tartott, igen. Hát nem ezt találtam meg elsőre. Nem, a másik. Nem a másiknak a markolatját. Igen. Szóval majd keresünk a másikat. Keresem magadnak egy újat. Igen, keresünk egy másikat, most már nincs mese. Most már ez kell. Nagyon szépen meg volt csinálni. És az az érdekessége még ennek a leletnek, hogy a környéken se találtunk ebből a korszakhoz tartozó edénytöredéket, vagy bármilyen leletet. Ezt így magában rejthették el. Most, ha korba el akarom helyezni, akkor azt mondanám legegyszerűbb, hogy ez Trója kora. És mindenképpen fontosnak tartom, hogy még egy olyan témáról beszéljünk, amelyel egyébként mezőberény bízott meg, ha minden igaz, éppen téged, egy felkérésért. Hát ez mire vonatkozott, és hát milyen eredmények, illetve milyen remények vannak ezzel kapcsolatban? Igen, elkezdtünk egy projektet, szintén egy magnetométeres projektet, az elveszett kastélyokat úgymond kerestünk, ez Eleken, illetve Békés Csabán ra szól ez a projekt, azonban érkezett egy felkérés innen Mezőberényből, hogy van itt egy domb, ahol valószínűleg egy középkori templom, illetve hozzá tartozó temető tartozik, hogy ezt mérjük föl, és dolgozzunk ki egy projektet, egy projekttervet, hogy hogyan lehetne ezt feltárni. Most a helyszínen voltunk is a görög kollégával is, ahol már nagyjából megegyeztünk, hogy milyen módszereket lehet alkalmazni. Reményeink szerint az idei évben, legkésőbb jövőre el is tudnánk kezdeni ezt a projektet. A polgármesteri hivatal és a polgármester úr is ígért segítséget nekünk, tehát a terület tisztítására, hiszen műszerekkel jönnénk. Majd meg is mutatom, hogy milyen műszerrel, aminek azért alapfeltétele, hogy azért bozótmentes legyen a vizsgálandó terület. Felteszem, hogy akkor azért érkeztek ilyen komoly eszközökkel, mert leletgazdagnak tartjátok, illetve valósnak tartjátok ezt a úgymond hát elképzelést, hogy ott van valami? Így van, illetve a másik az, hogy ez a műszer olyan, hogy 4 méterig lelát a földbe, illetve 3-dimenziós képet is lehet belőle rekonstruálni, és mivel alapokat keresünk, ez talán nem lehet hátrány akár már egy korai rekonstrukció elkészítésén, hiszen ha megvan az alaprajz, akkor abból azért a jelenlegi, illetve az egykori párhuzamok alapján már lehetne egy elképzelés, egy ilyen elképzelt makett, hogy milyen templom, vagy milyen épület lehetett ott. Ugye kértél arra, hogy lehetőleg a helyszín ne áruljuk el, hiszen hát tudjuk, hogy vannak olyanok, akik szeretik úgymond megdésmálni ezeket a lelőhelyeket, és nem kéne azt bolygatni, mielőtt ugye nem szakemberek nyúlnak hozzá. Úgyhogy én köszönöm szépen, és akkor reméljük, hogy ott lelet gazdag, úgymond lelet együttesre találtok, és majd arról is beszámoltunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. El tudjuk végezni ezt a kutatást, és akkor a polgármester úr kezébe tudunk adni egy alaprajzot, utána már pedig, hogy hogyan tovább, ezt már itt helyben kell eldönteni, akár ha meg függ attól is, hogy milyen állapotban vannak a leletek, akár egy régészeti bemutató helyet lehet belőle csinálni, hát ez már mind a helyi döntés része lesz. Mi részünkről ennyit tudunk hozzátenni ehhez a projekthez. Azt gondolom, hogy ha tényleg ott a templom, akkor már el lehet indulni. Vajon melyik falunak a templom? Ez Berényi régi templom, melyik időszakból? És akkor elindulhat a matek, elindulhat egy helytörténeti kutatás, ahol mindent lehet pontosítani. Ha a templom van, a temető van, akkor lehet egy DNS vizsgálatokat csinálni, akár meg lehetne nézni a önkéntesekkel. Angliában volt rá példa, hogy önkéntesek adtak DNS mintát, és megnézték, hogy rokonok-e az adott lelettel, és volt egyezés. És az érdekesség az, hogy a lelet az 2000 éves volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok.